Érkezik a Futár Nyíregyháza belvárosában, és lehet, hogy ellenőrizni is fognak nála pár dolgot, miután átadta az ételt. A múlt héten és ezen a héten a NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei revizorai ugyanis az ételkiszállítókat vizsgálják célzottan. Az ételkiszállítók kapcsán úgynevezett próbavásárlást végeznek a revizorok, konkrétan ételt rendelnek. Ez azt jelenti, hogy amikor megérkezett a rendelés, akkor első körben a bizonylatolást vizsgálják, egyrészt az ételt kiszállító cég vonatkozásában, másrészt pedig a vendéglátó helyet illetően. Ezt követi a futár ellenőrzése, akinek elkérik az adatait, és a szabályos foglalkoztatást vizsgálják. Erre azért van szükség, mert ebben a körben gyakori az úgynevezett alkalmi munkavállalás, és éppen ezért a revizorok a bejelentési kötelezettség teljesítését ellenőrzik. Érdemes tudni, hogy alkalmi munkavállalás esetén a munkáltató kötelessége, hogy bejelentse az új munkavállalót a NAV felé, a NAV hivatala felé, abban az esetben, hogyha ezt elmulasztja, akkor akár 1 millió forintos bírsággal is sújtható, de még azt is érdemes tudni, hogy a bejelentési kötelezettségre vonatkozóan van egy nagyon fontos kitétel, a munkába állást megelőző napon kell bejelentenie legkésőbb. Vizsgálják a nyugta és számlaadási kötelezettség teljesítését, a szabályos foglalkoztatást és az online pénztárgépek használatát is. Hasonlóan célzott ellenőrzést legutóbb a karácsonyi időszakban végeztek. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei adó és vámigazgatóságának revizorai egész évben ellenőriznek, és az ellenőrzések időszakában folyamatosan, vagy az ellenőrzések közül az évvége kiemelt időszaknak számít, így volt ez a tavalyi évben is. Elsősorban a karácsonyi időszakban ellenőrizték azokat az adózókat, akik piacokon, bevásárlóközpontokban, kiállításokon értékesítettek, elsősorban szezonális termékeket, konkrétan például húst, halat, édességet, ajándéktárgyakat, pirotechnikai eszközöket, illetőleg fenyőfát. Emellett a NAV revizorai kiemelten ellenőrzik egész évben azokat az adózókat, akik az online felületeken, különösen a közösségi média felületeken értékesítik a szolgáltatásaikat, valamint termékeiket. Az építőipari vállalkozásokat és vendéglátó helyeket szintén egész évben ellenőrzik. Ezeknél elsősorban a szabályos foglalkoztatást, utóbbinál pedig a jövedéki szabályok betartását is vizsgálják. Az ezen felüli időszakos ellenőrzésekről a NAV honlapján lehet tájékozódni, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei igazgatóság felületén, ahol az ellenőrzési időszakok mellett a vizsgált gazdálkodói kört is meg lehet tekinteni.